Köszöntöm Önöket, Kitekintő című műsorunkat látják. Gondolatban most elrepítjük Önöket a Holdra, hiszen egy izgalmas holdküldetés részleteibe adunk a mai adásban betekintést. A puli szóról elsősorban a kutya szokott beugrani, de egy holdjáró eszköz is erre a névre hallgat, ami egy magyar fejlesztés. Pakár Tiborral, a projekt vezetőjével fogunk beszélgetni, tartsanak velünk! Elsőnek egy kicsit beszéljünk Önről. Milyen tanulmányokat végzett, és korábban mivel foglalkozott a projekt előtt? Én fizikusként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és kezdetben ezen a területen dolgoztam, relativitás elmélet, kozmológia, később kvantumkémia területein, amiből aztán doktori fokozatot is szereztem a Heidelbergi Egyetemen. Volt egy nagyon szép időszak, egy másfél éves projekt, amikor az Európai Ügynökség infravörös távcsövén dolgoztam egy projekten Heidelbergben, de ezután egészen más jellegű utakra vitt az élet, ha úgy tetszik. Tanácsadást végeztem nagy vállalatoknak különböző szoftverrendszerek beüzemeléséhez, a folyamatok beállításához. Ez egy nagyon érdekes időszak volt, elvitt engem igazából Szingapúrtól, Kazaksztántól, Dél-Afrikáig nagyon sok helyre, de egyre erősebben éreztem, hogy ezt mások jobban tudják csinálni, mint én, és vissza kell térnem egy kicsit az engem valóban érdeklő témákhoz, amelyek a világűrhöz köthetők, és egy pár éves folyamaton keresztül jutottam el így végül is a pulihoz. Kikből áll most a csapat? A csapat lényegében önkéntesekből áll, van gimnazistánktól kezdve egészen a nyugdíjkorhatár környékén dolgozó, nagyon tapasztalt kollégáig. Miklóssal, Pati Miklóssal és velem együtt van két, ha úgy tetszik, állandó munkatársunk van, akik lényegében az egész időnket ezzel töltjük. Ezt is egyelőre önkéntes alapon, tehát saját megtakarításainkból igyekszünk túlélni, amennyire csak lehetséges, hiszen a bejövő támogatás vagy pénz azt igyekszünk a fejlesztésre és az egyéb költségekre fordítani. Kb. 15 kemény mag dolgozik rendszeresen a projekten, de összesen mintegy 120-140 kolléga volt már valamilyen formában részes a projektnek. Most voltunk, ha úgy tetszik, 7 évesek hivatalosan, hiszen jól emlékszem, június 9-én volt az a blogbejegyzés a Knights of Sidonia blogon, amikor kijöttünk a fényre, hogy akkor most vagyunk és elindulunk. Ez alatt a 7 év alatt nagyon sok mindent tanultunk, és azt gondolom, nagyon sok mindent el is értünk. Most ott vagyunk, hogy amerikai partnerünkkel azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a megfelelő műszaki megoldást, hogy beférjünk a kollégák által fejlesztett leszállóegységbe, amit mi taxinak hívunk. Egyúttal a legfontosabb rész az, hogy az anyagi támogatást, illetve finanszírozást meg tudjuk oldani, hogy egyáltalán el tudjunk menni, hiszen bármennyire szeretnek bennünket Pittsburghben, ha nem tudjuk kifizetni az úti költséget, akkor nem tudunk menni. Jelen állás szerint 2019 végére várható reálisan egy indítás. Most jön egy úgynevezett előzetes design review, ez a szakmában az a rész, amikor úgy nagyjából összeáll a projekt, és akkor megvizsgáljuk, hogy azok a technológiai, technikai, műszaki feltételek teljesülnek-e, amiket teljesíteni kell különböző követelményekre, ha ez zöld utat kap, mind a taxi, mind a mi részünkről, akkor jön a részletes fejlesztés. Egy verseny keretében jelentkeztek, erről mit lehet elmondani? Igen, a puli létrejöttét a Google Lunar XPRIZE nevű nagy nemzetközi versenyhez köthetjük. Ez egy úgynevezett ösztönző díj, amit az XPRIZE alapítvány, egy Los Angeles-i alapítvány szervez. Ők több területen is igyekeznek olyan témákat találni, amivel forradalmasíthatják egy adott területnek a fejlődését, vagy azt a szikrát megadhatják, ami azt beindítja. A Google Lunar XPRIZE pedig az a terület, hogy térjünk vissza a Holdra magánerőből, és kezdjük el megvizsgálni azokat a lehetőségeket, amit a Hold, amit néhányan a 8. kontinensnek is hívnak, nyújthat az emberiség számára, akár tudományosan, akár gazdasági fejlődésben.
Hold az egy nagyon kemény terep, tehát igazából nem egy vonzó rész embereknek egyáltalán nem, hiszen egyrészt majdnem vákum van, nincsen légköre, teljes mértékben ki van téve a sugárzásnak, amitől mi itt a Földön különböző mechanizmusok által védve vagyunk. Mikrometeoritok bombázzák állandóan, a napszél érkezik, hőmérsékleti viszonyok nagyon extrémek, tehát mínusz 180-tól plusz 120 fokig nyugodtan lehet a Hold felszínén. A maga a nappal éjszaka változása sem az emberekre íródott, ha úgy tetszik, hiszen két hétig tart az éjszaka és két hétig tart a nap. Ez nem egy jó hely, viszont nagyon-nagyon izgalmas, egyrészt tudományos szempontból mi nagyon sokat tanulhatunk, másrészt egy kiváló úródeszka ahhoz, hogy az emberiség kicsit kiinduljon a naprendszerbe, és létrehozzon egy, ha úgy tetszik, több bolygós fajt, ami egy másik téma, de nagyon sokan azt gondolják, hogy mindenképpen el kell mennünk, hogyha bármilyen katasztrófa történik, akár a Földön, hogy legyen esély is, illetve ott van, amit én mindig szoktam mondani, a kíváncsiság. Az emberiségnek, az embernek egy alaptulajdonsága, hogy meg akarja nézni, hogy mi van ott, meg akarja találni a következő lépcsőt, tehát ez így van. De a gyakorlati rész az, hogy nagyon sok tudományos kutatás és nagyon sok gazdasági lehetőség rejlik a Hold felderítésében. A Holdat milyen módon szimulálják? Milyen teszteken megy keresztül? A Holdat, ugye a gravitációt nehéz szimulálni, egyetlen gravitációt, ezt részben szimulációs szoftverek segítségével tudjuk vizsgálni, ahol tetszés szerint csavargathatjuk a gravitáció erősségét. Van, később talán lesz lehetőségünk egy fizikai szimuláció, akkor kvázi felfüggesztik az eszközt, és ezzel próbálják csökkenteni a gravitációt. Amit tudunk csinálni, az úgynevezett hold analóg terepeken valódi terepteszteket végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy nyilván a vákuumot ott nem tudjuk szimulálni, de a geológiai alakzatok, a por, a sziklák, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni a Holdhoz, és ott tudunk tesztelni tulajdonképpen, hogy bírják-e a természetesen földi körülményekre tervezett eszközök ezt, illetve magát az irányítás rendszerét, hogy hogyan kommunikálunk vele, hogyan irányítjuk a távolban. Ugye az, ilyen szempontból majdnem mindegy, hogy most 400 000 kilométerre van a Holdon, vagy 10 000 kilométerre mondjuk Hawaii nagyszigetén, a Mauna Kea vulkán oldalában. A Hold úródeszkaként jöhet szóba, tehát a Mars nyilván kedvezőbb a hőmérsékleti viszonya, ott nincs olyan nagy extrém különbség, mint a Holdon. Ez annak is köszönhető, hogy van egy ugyan vékony, de létező légkör a Marson, ami a Holdon igazából nincsen, bár van Hold légkör is, de az nagyon annyi, az majdnem vákuum. Tehát a Mars légkör viszont az kb. 1%-os sűrűségű a Földihez képest, tehát van egy bizonyos alaprész. A Mars forgása az majdnem olyan, mint a Földé, tehát tengely körüli forgása, tehát ez 24 óra, azt hiszem 37 perc. Tehát nagyon viszonylag hasonló a ritmus, tehát ilyen szempontból a Mars az kedvezőbb körülményeket biztosít. A sugárzás ott is egy probléma, de jelen pillanatban a nagyobb gond az, hogy messze van. Tehát minimum másfél év, 6 hónap, másfél év az út, míg egyáltalán oda tudunk jutni mai technológiával. Tehát mindaddig, amíg nincsen egy jelentős ugrás a meghajtás technológiák területén, addig a Hold az mindenképpen előnyben van. Hát a Holdra jutás az mennyi időbe? Hát mai klasszikus technológiákkal 3-4 nap alatt ott tudunk lenni. Tehát különösebb erőködés nélkül ez ugyanaz, mint amit az Apollók már tudnak. Ha úgy tetszik, akkor itt viszonylag gyorsan be tudunk avatkozni, akár emberes szituációban is a probléma van. A Marson ezt nem tudjuk megtenni jelenleg. És mindenképpen hasznos, mondom, mint ugródeszka a Holdnak a hasznosítása. Igazából jött hozzánk a név, amikor elkezdtük, akkor természetesen nem volt még név. Volt egy olyan gondolat, hogy legyen a magyarsághoz köthető, tehát valami magyar vonatkozása legyen, ki lehessen mondani mondjuk egy angol száz vagy más nyelvterületen is, és igazából nem volt más kritérium. És volt egy póló történet, amin egy ilyen, hát nem is puli, hogy valami kutyaszerűség volt, és akkor
azt bedobtam a levelezésbe, hogy nézzük meg, hogy ebből tudunk-e valami hasonlót csinálni, és akkor abból visszajött, hát ez úgy néz ki, mint egy puli. És akkor mondtuk, nem is nagyon keresünk tovább igazából, mert ez egy jó név. És akkor utána azért kijött, hogy egyrészt volt egy olyan első koncepciónk, ami úgy nézett ki, mint egy ugrópuli, ha úgy tetszik, tehát egy ilyen gömbszerű szerkezet. Másrészt, ha megnézzük őt, akkor nagyságában úgy körülbelül puli nagyságú is, tehát egy puli az 10-15 kg között van, ő 10 kg, a méretei is úgy nagyjából odarakhatók, de sokkal fontosabb az számunkra, hogy a puli, mint egy okos, játékos, terelésre képes, összetartásra képes állat, azt gondoljuk nagyon jól szimbolizálja a projektet is, hiszen magyar, mi nem akarunk csak ilyen összehúzott szemű kockák lenni, hanem egy kicsit a szórakozást, tehát a vidámságot is bent tartani, és ahogy mondom, az egyik legfontosabb rész, hogy mi azt szeretnénk, hogy ez a projekt azt is megmutassa, hogy igenis lehet Magyarországon egy olyan összefogással egy jelentős eredményt elérni, amihez sokan hozzá tudnak járulni. Amikor elkezdtük, akkor több koncepció is volt, amiből végül is ez került ki győztesen. Maga a kerék, vagy a botkerék formája sem volt rögtön meg, ha úgy tetszik, hanem 4-5 variáción dolgoztak a mérnökök, hogy melyik lehet egyszerűen gyártható, megbízható, tehát ezek mind-mind belejönnek ebbe a történetbe. Nagyon sok nem látványos eleme van a fejlesztésnek, hiszen ha most ránézünk, ugye hát egy doboz, egy lapos doboz. Amit nem látunk benne, hogy ez nyilván tele van rakva a megfelelő eszközökkel, illetve az, hogy a váz az például maximálisan ki van könnyítve, ami azt jelenti, hogy igyekszünk tömeget spórolni, hiszen az úti költség az a kilóra mérik szószoros értelmében. Ugye 1 gramm az 1200 dollár, úgyhogy a gépészeknek, illetve a mérnököknek szoktam, hogy mindenképpen legyen ott egy szép A4-es papíron, hogy 1 gram egyenlő 1200 dollár, tehát amikor elkezdenek mindenféle szép és nagyon frankó dolgokat tervezni, akkor gondoljanak arra, hogy ez az nem olyan jó, hogyha növeljük a tömeget. Tehát ezek nem látványos eredmények, hiszen kívülről lényegében nem látszik semmi, viszont nagyon sok munka van benne. Ugyanez vonatkozik az elektronika vagy a szoftverfejlesztésre is, ami szintén nem látványos, de az, hogy teljesen saját fejlesztési szoftverünk van, amivel irányítani tudjuk, és ha megfelelő kommunikációs csatornákat felépítettük, akkor mindegy, hogy hol van. Tehát itt leülünk, internet hozzáférés kell első körben hozzá, és utána pedig nyilvánvaló módon akár egy rádió kapcsolat, akár egy internetes és helyi wifi kapcsolat felépítése. Ezek ilyen egyszerűnek tűnnek, és mi úgy tudtuk mondani, hogy a fotel űrmérnökök, akik ugye Magyarországon jelentős számban vannak a különböző kommenteknél, mindig megmondják, hogy hát ilyen távirányítású kis autót a Tesco-ba jobbat lehet vásárolni. Mondjuk, hogy nem látjuk, hogy annyira sokan nyüzsögnének ilyen Tesco-s kis autókkal, akár a terepen, akár a Holdon, tehát van jó, talán mégiscsak van. Ugye az alapfeltevés, hogy a versenyben is a kérdésem az volt, hogy meg kell tudni legalább tenni 500 métert a Hold felszínen, és nagy felbontású képeket és videókat kell tudni visszaküldeni. Ez egy klasszikus felderítő eszköz, ugye elmegyek a terepen, ott mozogni kell, és információkat kell visszatudni, tehát ő erre van felkészítve jelenleg, hogy lásson, menjen, és tudjunk vele kommunikálni. Ugye kell még mindenhez energiaellátás, kell hozzá a megfelelő mechanikai stabilitás, a motorok, minden, tehát ez egy ilyen értelemben egy céleszköz, de gondolkozunk azon, hogy szeretnénk még egyéb tudományos méréseket is végrehajtani. Jelenleg az egyik, amit mindenképpen meg akarunk tenni, hogy van egy eljárás, amivel a lerakódó port a napelemekről el lehet távolítani. Ez egy komoly kihívás, hiszen a holdpor, ami a Hold felszínen ott van, ez egy nagyon agresszív, éles szemcsőjű, apró, finom por, ami ráadásul elektromosan töltött, és nagyon szeret rátapadni mindenre. Így csökkenti a napelem teljesítményét, és van egy
elektrodinamikus porpajzsnak vagy függönynek hívott eljárás, aminek a segítségével le tudjuk fújni róla idézőjelbetéve. Ezt mindenképpen szeretnénk elvinni, hiszen földi körülmények között ilyen eljárást teszteltek már, de élesben sehol sem. A mellettünk lévő prototípus, ugye akkor ez az első, ez egy veterán, már milyen helyeken járt? Igen, ő volt tulajdonképpen az első ebben a formátumban, 2012. decemberére készült el első változatában, és az első nagy terepteszt az a marokkói sivatagban volt, osztrák kollégáinkkal, az osztrák űrfórummal együttműködve. Ők igazából a Marsra készülnek, és úgynevezett analóg űrhajósok munkáját tesztelik, hogy tudnak űrruhában geológiai kutatást, terepfelderítést végezni, robot segítséggel is. Tehát az első valós tesztjét marokkói sivatagban hajtotta végre sikeresen. Még abban az évben, 13. decemberében elmentünk a Hawaii nagyszigetére, a Mauna Kea vulkán oldalában, ahol 2700 méter magasban egy nagyon jó hold analóg terep van, ahol szintén ő is ott volt, illetve ott egy másik társával együtt. Ott tulajdonképpen végrehajtottuk azt a küldetést, amit a holdon kell megcsinálni, tehát a leszállás után mentünk 600 métert, előre kijelölt útjelzőket kellett megtalálni az irányítóknak, mindezt innen Budapestről irányítva. Tehát ők csak azt az információt látták, amit a robot visszaküld, amit a puli visszaküld, és ő járt még Ausztriában egy sziklagleccseren is, ezt ismét az osztrák kollégákkal együtt végeztük ezt a tesztet, ahol megvizsgáltuk azt a lehetőséget, hogy tudunk segíteni űrhajósoknak egy ilyen szituációban. Tehát nagyobb terepet bejárni, felhívni a figyelmet, hogy ide ne gyere, mert ez veszélyes, illetve ha valami izgalmas mintát, kőzetmintát talál, akkor mondja, ide viszont gyere, mert ezért érdemes kijönni. Tehát ezeket a teszteket hajtottuk végre vele. Ezen kívül én azt mondhatom azt, hogy több száz helyen járt itt Magyarországon is bemutatókon. Ez az úgynevezett botkerék vagy lábkerék koncepció, ez megpróbálja ötvözni a keréknek és a lábnak a jó tulajdonságait. Ugye síkterepen a kerék egyértelműen veri a lábat, mondjuk meredek, sziklás vagy egyenetlen telepen viszont a láb az sokkal egyszerűbb. Most műszakilag vannak már lépegető robotok, az viszont nagyon-nagyon bonyolult. Ez a koncepció, ez egy nagyon egyszerű koncepció, ami ezt a két tulajdonságot össze tudja hozni. A konkrét formát, ahogy kinéz, ezt mi fejlesztettük, de maga az ötlet az már létezett, bár nem túl sok helyen, és nem nagyon foglalkoznak vele, viszont nagyon jól tudunk vele menni. 35 fokos lejtőn, görgeteges terepen, sziklákon át tudunk menni. Ezt bizonyítottuk a terepteszteken, tehát nem csak szeretnénk, hanem megcsináltuk. Ez volt az alapgondolat, hogy egy nagyon egyszerű, nagyon robusztus és bizonyos esetben bolondbiztos eszköz legyen. Mennyi időt fog előreláthatólag eltölteni a Holdon a puli? És vissza fog-e térni egyáltalán? Nem fog visszatérni. Ez mai lehetőségekkel még sokkal nagyobb befektetést igényelne anyagilag is és műszakilag is, hogy egy visszatérő eszközt létre lehessen hozni. Mi azt szoktuk mondani, hogy ha eljut, akkor ott egy történelmi emlékhely lesz. Nem csak ő, hanem a leszálló egység, illetve a vele utazó többi rover társaságában is. A működése jelenleg egy holdi napra tervezzük. Ugye ez 14 földi napig tart. A leszállás általában holdi hajnalban történik, ezen 2-3 földi nap után van. Tehát egy olyan 10-12 napos működésre tervezzük. Amiben nem igazándiból bízunk, az, hogy túléljük a holdi éjszakát, ezt a bizonyos akár mínusz 180, mínusz 200 fokot két hétig. Nagyon halvány remény van, hogy esetleg feléled, de igazából erre most nem készülünk, mert nincsenek rá meg az eszközeink. Következő lépéseken is gondolkozunk természetesen, tehát nyilván nem csak ezt az egy moonshot, ahogy az angol mondja, projektet szeretnénk végrehajtani. Kettő irányban gondolkozunk tovább, illetve most is az egyik, a földi felhasználásokat mindig igyekeztünk figyelni, hogy tudunk-e valamilyen értelmes módon a tanult dolgokból, a fejlesztésekből itt is, itthon is profitálni, úgy tetszik. Az egyik, amin konkrétan dolgozunk,
pontosan ezzel a mobilitással és akár a távirányítással és egyszerű felépítéssel sivatagos sziklás terepen aknakeresésben tudunk segíteni, hiszen pontosan azt kell tennünk, amit a Holdon szeretnénk tenni, tehát megállapítani, hogy itt van valami. Ez azért érdekes, mert sajnos nagyon sok akna van telepítve, és az egyik legolcsóbb forrás vagy akna mentő rendszer az mindig az ember. Viszont van azért egy nem nulla ráta, amivel sérülés vagy akár haláleset történik. Tehát ha ebben hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy nagy biztonsággal kiszűrjük, hogy hol van, tehát hova kell menni, ne lépjen rá, akkor ez egy lehetséges opció számunkra. A másik pedig az, hogy amit szeretnénk, hogy egyfajta standardot, egy alapot fejleszünk több tömegkategóriában, egy olcsó, megbízható eszközt, ami akár a Holdon, akár a Marson, vagy akár itt a Földön is tud menni. Ezt a mottónkban úgy hívjuk, hogy planetáris mobilitás, tehát a bolygó felszíni mobilitás extrém körülmények között, és ezen a standardon szeretnénk tovább dolgozni, hogy később sok puli szaladgáljon majd akár a Holdon egy létrejött holdfaluban. Kedves nézőink, remélem érdekesnek találták Önök is a mai műsort. Szurkoljunk együtt Pakher Tibornak és a csapatának, hogy feljusson a puli a Holdra, és legyen végre egy kutyánk, ami nem ugat a Holdra, hanem rajta van. Egy hét múlva ismét várom Önöket, viszontlátásra!